Sziasztok fiúk, lányok, üdvözöllek benneteket! Hearthstone pakli bemutató fog következni. Egy meglehetősen érdekes saját gyártmányú Paladin paklival, ami hát elsősorban a Windfury-s lapokra alapszik, másodszorban pedig a gyalogokra, vagy hát ezekre a kis reinforcement, tehát az erősítésre, de majd meglátjátok. A videó végén úgyis megmutatom majd, hogy milyen kártyákból épül föl a pakli. Hát egy elég egyedi, de egy furi. Oké, maradjunk ennyiből, hogy furi a pakli, jó? Hát nem feltétlenül kompetitív, de érdekes vele játszani, azt kell, hogy mondjam. És az ellenfelünk számára nagy meglepetéseket fogunk tudni okozni vele. Ez a lényeg. Na, hát akkor először rávarázsolom erre a szerencsétlenre a wisdomot, és akkor akárhányszor támad vele, akkor fel fog minket gyógyítani. Mivel itt a negyedik körre már van egy consecration-öm, ezért valószínűleg meg fogod tudni szabadulni ettől a sok szerencsétlentől, bár addig be fogok kapni viszont párat a pofácskámba. Hát jó, de cserébe húz nekünk lapokat, úgyhogy valamit valamiért. Ilyen ez a játék. Na jó, most itt a nagy kérdés. Jó, szerintem kirakjuk a Thralmar Farseer-t. Ez egy jó kis elterelő lesz. Valószínűleg tartom, hogy ezen legalább egy lapját be fogja áldozni, de lehet mind a kettőt, majd még kiderül. Jó, nincs nála backstab, vagy legalábbis nem használta. Ez már jó jel. Na és itt hagyta a Ringleader-t. Ami még továbbra is fog nekünk lapokat húzni, nagyszerű, nagyszerű, nagyszerű. Na most a következő körben, hát attól függ, hogy most mit játszik ki ugye, mert az sok mindent befolyásol, de szeretném kijátszani a Flying Machine-t és a Hand of Protection-nel bevédelmezni. És akkor talán túléli még. Jó, még egy kártyát kapunk. Ó, még egy Hand of Protection, még jobb. Hát akkor lehet, hogy megcserélem a sorrendet. Á, de nem, hát ez így. Így lesz tökéletes. Ez talán már nem öli meg. És még egy lapot még mindig húzni fog nekünk a rugó, úgyhogy szerintem ennél jobban nem is használhattuk volna ki ezt a Blessing of Wisdomot. Na, ennek a paklinak egyébként az az alapkoncepciója, hogy tele van Windfury-s lapokkal, amiket azért nem nagyon szoktak használni, és emellé ezeket a Windfury-s lapokat megpróbálom életben tartani, majd utána nagyon durván felbuffolni őket, és gyakorlatilag egy pillanat alatt leamortizálhatjuk vele az ellenfelünket. Na, ahogy nézem, akkor ide jön majd most egy Blessing of Kings. Igen, és mellé még egy csodás pajzs is. Jó. És akkor kezdődhet a móka. Egyből a HP-ra megyek, nem szórakozok. Úgyis még ez húz nekem egy lapot, úgyhogy csak köszönettel tartozom ennek a kártyának egész idáig. Jó, mondjuk azt hozzá kell tennem, hogy tehát nagyon kemény 20-as rangon vagyok, tehát itt azért még nagyon sok kezdőjátékossal futni össze. De hát ez pont jó arra, hogy az ilyen innovatív jellegű paklikat teszteljük. Na, ahogy nézem, tovább. Ó, nagyon jó, nagyon jó. Na, ez például egy nagyon szép kombináció lesz. Amikor is Sword of Justice, és mellé idézek még nagyon-nagyon-nagyon sok gyalogost, és ezeket fel is erősíti a Sword of Justice. És bár bukok rajta két töltést, de kapok helyette másik fegyvert egyből, tehát ez egy ilyen nagyon ütős kis kombó, és akkor kezdhetem is szépen az álmokfutást. Ráadásul most kirakta az Ogre Ninját. Jó, tudom, hogy ninja, de ninja. Úgyhogy nagyon nagy eséllyel lehet, hogy az egyik ilyen kis újoncomat fogja leütni, ahelyett, hogy az én HP-mat támadnák közvetlenül. Hát egyetlen esélye van, hogyha valami nagyon durva AOE-t még tud ide pörkölni nekem, máskülönben vége van. Ó, és még egy Noble Sacrifice-ot is kapok tőle. Ez egyszerűbb lesz, mint gondoltam. Ha csak. Jó, hát hogyha nem üti le ezt, de nem fogja. Erről van szó.
és ott a bosszú állás, és föladja. Nem tudom, a rugók ellen mostanság jó vagyok. Ráadásul győzelmi bónusz, úgyhogy le se tagadhatom, hogy működik a pakli. Na jó, még egy mérkőzés, és hogyha ezt is megnyerem, akkor bontok egy kártyapaklit, és talán járok olyan szerencsével, mint a múltkor. Mert ugyanis a múltkori videónál, ha nem láttátok, vagy nem néztétek végig, egy nagyon jó kis lapot kaptam a végén. Meglepően jót. Tehát nem számítottam volna, hogy ilyen mákom lesz, inkább úgy fogalmaznék. Ha gondoljátok, nézzétek meg. Érdemes végignézni ezért is a videóimat. Az utolsó percig. Mert a legutolsó pillanatban is lehetnek váratlan fordulatok. Na, ez így, hát Warrior ellen, szoszó. Jó, hát az a Blessing of Kings és Flying Machine az egy elég jó kombináció, úgyhogy ezt így megőrzem. A Master for Battle pedig egy jó lap, ami kihúzhat engem a szarból bármikor, úgyhogy érdemes megtenni. Ujj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 
úgy, hogy rá tudom varázsolni a Kingset és a Blessing of Might-ot, az majdnem, hogy game over a Warriornak. Feltéve, hogy életben tudom tartani. Na most... Igen, tehát... A legtöbb Warrior most már szinte csak és kizárólag Control Warrior, és abból ítélve, hogy rögtön egy Armor Smith-szel indított, ő is az lesz, úgyhogy... nehéz dolgom lesz, hogy életben tartsak egy kártyát. Hát majd kiderül. Minden esetre most megpróbálkozom ezzel a metódussal, hogy még húzassak vele pár lapot magamnak. Na? Jó lenne ezt megnyerni, mert akkor tényleg tudnék egy paklit bontani. Na, még egy pajzs. Mesés. Ó, még egy Master for Battle. Na, most szerintem kirakom a Raging Worgent és a Young Dragonhawkot. Ez két célpont, tehát most valószínűleg, ha van egy cleave-je, akkor ezeket le fogja tudni ütni, de ha nincs, akkor kicsit több lapot kell kijátszani ahhoz, hogy ezeket megoldja. Jó, Fiery Vorax, akkor meg fogja tudni oldani sajnos. Viszont húzza nekem a lapocskákat, nem is baj. Most már lassan a fél pakimat felhúzattam vele. Jó. Hát próbáljuk, hát ha meg tudom menteni ezt a szerencsétlen repülőt. Mondjuk csodálkoznék rajta. Na mi lesz? Ez nem jó hír. És le is üti! Hát megőrülsz. Ja, mert négyet sebez egyből. Aj, a fene vinnél. Megjegyzem egyébként, hogy ez az Avenge és Noble Sacrifice is nagyon jó kombinációk általában. Ja, egy manya híján vagyok. Na mindegy, hát majd meglátjuk így. Hozom a gyalogságot. Jó, és még leggyet leszedek a pajzsából. Az a jó ebben a pakliban, hogy nincsenek benne olyan eszméletlen erős lények, sőt, csak kis fingok vannak. Tehát a játékosok nagy része azért nem ezekre tartogatná így a durvább eltávolító lapjait, de azt a mennyi páncél. Szóval nem feltétlenül játssza ki így a jobb lapokat a játékos ezek ellen, és lehet, hogy ez lesz a veszte is. Na nézzük, miből élünk. Hát az igazat megvalva, most még ide kéne sok lény. Jó, ezt leütjük. Az biztos, ennek a lapnak itt nincs maradása. Kijátszom az Avenge-et. Hozok még egy gyalogost. És
most az a nagy kérdés, hogy hát föl kéne erősítenem őket. Csak nem aoizza őket szarrá. Hát nézzük meg. Mi lesz a vége? Hát ez ott nagyon idegesít engem. Most erre kijátszam. Jó, inkább a páncélját szedem most le. Lehet, hogy ez most hülye lépés volt, de próbáljuk meg. Ja, HP-mat üti. Van nála akkor egy Whirlwind, mert miért is ne... Brawl! Azt a nem jóját. Na, de viszont ebből jól fogok valószínűleg kijönni. Aha. Fel is erősödik az az egy darab gyalogosom. Nagyszerű. És ezzel mit csinál most? Egy slamet még azért beleküld szerintem. Ja, egy slam. És executolni nem fogja tudni már, mert nincs rá mana. Nagyon jó. Jó, így megütjük. Ezt a fegyvert kicserélem. Idézek egy újabb gyalogost. Felerősíti a kard. Nagyon jó. Hát mivel ezt itt valószínűleg executolni fogja, ezért nem akarok nagy erőket mozgósítani a... ebbe a gyalogosba, inkább csak a pajzsát ápolom le. De hát most pont egy Control Warrior ellen ilyen kis chipszar lényekkel jönni, de viszont az az előnye a paladinnak, hogy ezek a lények, számomra legalábbis ezek a gyalogosok, idézhetőek két manáért lapkijátszás nélkül, szóval amíg ő játssza ki szépen a kártyalapjait, addig én szép fokozatosan hívom mindig az újabb és újabb lényeket, mint például most is. Jó, jöhet egy AOE. Jó, hát most totálisan sikerült semlegesíteni, de ezt a lapot is onnan leszedjük. Nagyon jó. Hát az a baj, hogy a kettő darab ilyen paraszt idéző kártyámat már kijátszottam. Gorhau. Ez nem jó. Hű, mennyi pajzsod van. Kéne még Windfury-s kártyalap. Ó, nagyszerű. Ráadásul ezt fel is fogom tudni erősíteni, mint a vadállat. És ha már itt járunk, egy pajzsot is rá. Csak a rend kedvéért. Jó. Na. Van nála 6 kártyalap, plusz egy gorha a kézben. Ja, azt beleüti. Pajzsot leszedi. A kérdés az, hogy el tudja ezt még innen takarítani valahogy. Ha csak nincs nála egy shield slam, de miért ne lenne... mi ez? Drogzord Earth Terminal. És van nála egy shield slam! Rohadjon meg, most komolyan. Hát mi volt ez? És mit csinál ez? És idéz egy ilyen nyavajást a fenébe már. Pont volt nála egy shield slam, ezt nem hiszem el. Aj, mit csináljak? Jó, szerintem heal. Mert így el fog fogyni a kártyám nagyon gyorsan. Még egy Leon Hands, nagyon jó. Ho-ho-ho-ho-ho. Jó. Támad a parasztság! Mondjuk a Control Warrior ellen nem a legszerencsésebb ez a setup. Még pajzs. Ez nagyon nem jó. És még le is üti őket. Szegények. Ez fájt. Na jól van, hát akkor kezdjünk hozzá. Erősítés. Kap pajzsot. Nem érdekel, most már felbuffolom mag tökig ezt a lapot. Na jó, most már mindegy, ha lúd legyen kövér.
Nesze! Legalább a pajzsodat leszedem rólad. Jó, hát itt annyi kártyalapja lett, hogy most már ez egy bukott játszma. Mindentől fogva. Nem adom meg neki az örömet. Nem, mert Control Warrior ellen nem feltétlenül működik ez a pakli. Na, csak a rendkedvéért még egy mérkőzés, hát ha most nyerek, és akkor tudok még egy paklit bontani a videó végén. És ha olyan mákom lesz, mint múltkor, akkor jó lap lesz benne. Csak a videó kedvéért mákom van. Ez is egy jó. Lehet, hogy a Blizzard nézi, hogy mikor rögzítek, bár mondjuk onnan tudná, de miért ne nézhetné, és akkor így odaad nekem egy lapot, hogy ja, ez itt éppen videót készít a csatornájára, akkor hagy örüljön. Jó lenne. Majd álom, édes álom. Az a baj, hogy hát mindegy, próbáljuk ezt meg. Hát ha mágus ellen működhet. Mostanság a mágusok is nagyon agresszívak, ilyen mechmágus az összes. Annyira unalmas egyébként, tehát hogy mindenki ugyanazt a paklit pörgeti minden kasztal. Tehát ha Warrior, akkor Control Warrior. Vagy hát ilyen legendás lapokkal felturbózott Control Warrior. Ha mágus, akkor mindig csak mechanikus lapokkal operáló mágus most már, szinte kivétel nélkül. Hát a Warlocknál megmaradt a Handlock, Zulok, Démonlock, most már ilyen Démonlockkal kiegészült a képlet. Hát a Hunter az a szokásos ilyen állatos zú jelleg, az megmaradt. Paladinnál még azért úgy nincsen, nem érhető tetten egy az egybe egy ilyen stratégia. Jó, idézek egy gyalogot, ezt valószínűleg le fogja lőni. Mondjuk a mágus ellen azért érzem egy kicsit erősebbnek ezt a paklit, mert ha kibírom a Leon Hand-ig, akkor hiába amortizálja le a testemet, fel fogom tudni gyógyítani magamat, és még lapokat is húzok, tehát így pont a végjátékra fel fogom tudni húzni magam, ha arról van szó. Na nézd már, na nézzenek oda. Ennyi, no. Ezt a kártyalapot jó lenne most életben tartani. Nagyon jó lenne életben tartani. Hú, ráadásul, hogyha egy Blessing of Wisdomot rá tudok tolni. Ó-hó-hó. Hát, de... Jó lesz ez! Jó lesz ez! És akkor rögtön két lapot is húzok egy csapásra. Egy. Ó, ott az igazság kardja. Kettő. Na és akkor itt van a lényeg ennek a paklinak. Meglepő módon Wind Fury Magic kombinálva még itt ezzel a Blessing of Wisdommal, tehát még lapokat is húzunk, mint a vadállat. Kis lapokkal, olcsó mana költségen hirtelen nagy sebzést viszünk be az ellenfelünknek, aki ezek után vagy megoldja a helyzetet, vagy pedig feladja. És ezért mondom, hogy nagyon furi ez a pakli, tehát ilyen meglepő fordulatokkal van tele. Esetleg még sámánnál működhet a dolog, mert ugye ott van külön Wind Fury varázslat sámánnak, meg olyan lap, amiken még van Wind Fury, vagy Wind Fury képességet ad a lényeknek. Lehet egyébként azt is ki kéne próbálni. Na, azt a Humility-t én nem akarom ott elől hagyni, vagy mi ez már, azt a Goblent. Úgyhogy azt arra ki kéne. Esetleg egy charge-os lény még jól jöhetne ebbe a pakliba, de... Mert félek, hogy ennek nem lesz jó vége az ott előn maradt, úgyhogy én ezt így kijátszom. És még jön a kis Dragonhawk. Egy manás, pont elfér, és plusz egy célpont, akiről gondoskodnia kell a mágusnak. Mert a következő körben akkor nagyon fájni fog neki. Hát az lenne a legjobb, hogyha Sword of Justice skin lenne, mert akkor ugye tudom még erősíteni is ezeket a kis lényeket, de tehát látjátok, annyi ilyen erősítő kártyalapunk van, ráadásul olyan szépen néznek ki ezek az animált kártyalapok, hogy nem jelentett olyan nagy problémát, csak mondom, azt kell, hogy legyen a kezünkben egy Wind Fury is és egy erősítő kártyalap. Jó, ezt meg így le fogja lőni. Nem, Arcane Explosion. Akkor megoldotta a problémát, érzésem szerint nem baj.
mert most jön a második menet, haha. Jó, és ezt fel is erősítem. Következő körben meg, ha a kezemben marad a fegyver, ez pedig életben, akkor megint nagyot fog kapni. Ráadásul ezeket a gyalogosokat is fel fogja erősíteni az igazság kardja. Igazság kardja, mint valami, nem tudom, mint olyan valami anime lenne, ahol így megidézik a főszereplők ugye a fegyvert. Fagyasztás, ez nem jó. Hogy az a... Hát ez fel volt készülve. Rohadjon meg. Ez fel volt készülve minden esetőségre. Jó, hát igazándiból így. Ezt bejátsszuk, hát a fagyasztás miatt ez nem fog nagyon most produkálni semmit. De volt nála egy takony. Tehát ez mi? Ez tényleg ilyen kritikán aluli, tehát pont ott volt nála. Na néme, mit kaptunk? Jó, hát azt az óriást akkor jegeljük, és hozok még egy farkast, idézek még egy gyalogost. Nem akarok még több lapot kijátszani, mert félek attól, hogy van nála egy Flame Strike. Hogy ezt most csak így szimplán. És valószínűleg, ha van nála, akkor azt most ki fogja játszani. Aj, kár ezért a Wind Furyért. Bár mondjuk ő megbukta ezt a War Golemet elég csúnyán. Nincs nála Flame Strike. Meglepő fordulat. Bár mondjuk a Windfury-s lapomtól elbúcsúzhatok újfent. Sajnos. A Windfury-t... Nem a Windfury-t üti le. Ez hülye. Na nem baj. Én akkor nem leszek rest. Ezt így ide. És ráadásul még fel is erősítem. Ezt erre szépen. Nagyszerű. És akkor 12, meg sok. Tap ta dap ta dap ta dap ta dap. Jó, hívok még egy gyalogost. És még bele is ütök egyet. Jó, igazándiból most a mágusom már csak az segít, hogyha tele van taunt kártyákkal, mert egyébként nem nagyon látom, hogy hogyan úszhatná meg ezt a helyzetet. Vagy esetleg még healbotok tömkelege, de máskülönben vége van. Esetleg még egy Alexstrasával nyerhet magának némi időt, de most mi? Pyroblast! Ó, nézd már. Na és most belém üt és feladja. Tuti. Hát jó, akkor én személyesen. Köszi! Jó, akkor viszont ez azt jelenti, fiúk, lányok, hogy nyitunk egy paklit. Na nézzük, mit kapunk. Drukkoljatok. Hát, ha megint lenne lesz egy legendás kártyalap. Csak azért, mert videózok. Na, open packs. Na, forog a pakli, forog, pörög, forog, és... Dong 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 dong. Kék. Semmi. Hát, itt nem volt semmi extra sajnos. De ettől függetlenül köszönöm szépen a figyelmet, remélem jól szórakoztatok. Ez volt a Windfury Paladin pakli bemutató. Jaj, de majd elfelejtettem. Na, hát akkor meg kell nézni végig ám ezt a videót, mert még én is elfelejtek dolgokat. Na, hogy milyen lapokból áll össze a pakli? Na, ez itt a lényeg, mert itt tudjátok elkészíteni magatoknak. Jaj, nem tudom, mi van mamáma velem. Na, 2 darab Avenge. Ez nagyon jól kombinálható, főleg, hogyha egy Noble Sacrifice-ot is kirakunk mellé, meg van lent egy lényünk, ugyanis akkor a Noble Sacrifice a lényünk elé ugrik, és meghal,
és akkor aktivizálódik az Avenge, ami a lenlévő lényünket felerősíti. Tehát, ha mondjuk egy Windfury-s lényt kipakolunk, egy mondjuk már egy második, harmadik körben ezeket nagyon jól össze lehet így kombózni. Mondjuk egy Young Dragon Hawk-ot lerakunk a második körbe, és mellé rakunk mondjuk egy Avenge-et, meg egy... Na, tehát Avenge-et lerakunk az első körben, második körbe pedig egy Dragon Hawk és egy Noble Sacrifice, és már is a harmadik körre lesz egy feltuningolt Young Dragon Hawk-unk, amire, hogyha szerencsénk van, még rá tudunk tenni egy Blessing of Might-ot is, tehát az már egy elég csúnya sebzést vinne be, így a harmadik körbe rögtön. Blessing of Wisdom, szerintem láttátok, hogy miért van a pakliba, gyakorlatilag felhúzathatjuk vele a fél kártya paklinkat pár kör alatt, Hand of Protection, hogy óvjuk a kis kártyáinkat, Humility, hogy a nagy dögöket lecsendesítjük, Noble Sacrifice, ezt mondtuk, a Jan Dragon Hawk egy manás, tehát elfújja a szél is, de hogyha sikerül felerősítenünk és életben tartanunk, akkor nagyon jó szolgálatot tehet. A Direwolf alfából egy darabot hagytam benne, de elfér kettő is, ha esetleg nincs meg a ritkább lapok közül egy vagy kettő darab. Lényegében felerősíthetjük tovább a lapokat, hogyha életben marad, inkább a játék vége felé érdemes kirakni, hogyha maradtak életben a csatamezőn kártyáink. Sword of Justice felerősíti minden megidézett lényünket. Master for Battle, ugye idéz három gyalogost és egy fegyvert a kezünkbe. Én ezt csak úgy szoktam kijátszani, hogy a Sword of Justice a kezemben van általában, mert úgy a leghatékonyabb, és ha még mellette van egy Quartermaster, de akkor viszont már csak a 7.-8. kör után van értelme, akkor a Sword, vagy a Master for Battle-el ide idéz nekünk három gyalogot, akiket még fel is erősíthet a Sword of Justice, hogyha azt az előző körben lent hagytuk, és a kezünkben maradt, és nem szedik ki egy takony a kezünkből, mint nekem. És akkor a Quartermaster, ez egy új Goblin versus Gnomos kártyalap, ez pedig minden egyes ilyen újoncnak ad plusz kettő támadó védőértéket még a megidézetteknek is, viszont fontos, hogy csak akkor, amikor lehívjuk. Tehát erre oda kell figyelni, hogy ha utána idézzük még meg ezeket a gyalogosokat, akkor azokat már nem fogja utólag visszamenőlegesen felerősíteni. Esetleg még azt tudnám elképzelni, hogy egy Pandaren Brewmasterrel ezt még így oda-vissza hívogatom a kezemből, de az meg már megint egy másik pakli felállás kéne, hogy legyen. Na és akkor jönnek a Windfury-s lapok. Flying Machine, ez azért jó, mert viszonylag sok HP-ja van, és elsőre veszélytelennek tűnik, de általában valamiért én azt vettem észre, hogy ezeket a Windfury-s lapokat nagyon hamar megölik, tehát aki legalábbis picit érti már a játék lényegét, akkor a Windfury-sokat egy prióba írtja. Raging Worgen, szintén Tralmar Farsayer, szintén zenész Windfury országból, és akkor itt van a Blessing of Kings, az elmaradhatatlan Consecration társaságában. A Quartermaster, na ez talán az egyik legritkább lap így a pakliban, a Sword of Justice és a Lay on Hands mellett, ebből csak egy darabon van, azért egy van benne, igazániból elfér kettő is, ugye, és akkor nagyon jó kombókat lehet tolni a Master for Battle-el, illetve a parasztoknak az idézésével. És végül kettő darab Lay on Hands. Ebből egy volt eredetileg, de úgy éreztem szükségét, hogy kettővel sokkal nagyobb esélyem van arra, hogy túléljem a mérkőzéseket, de mondom, egy mindenképp jól jön bele, de én most kettővel tolom, de egyébként abszolút, ha úgy ítéltek meg, akkor lehet agresszívabbra is venni a figurát, és mondjuk még valamilyen Windfury is vagy kisebb lénnyel kiegészíteni helyette a paklit, vagy pedig ugye egy másik Quartermasterrel. Na, akkor ez volt a Windfury Paladin, most már tényleg búcsúzom tőletek, találkozunk legközelebb, addig is jó kártyázást kívánok, sziasztok!